Szeretettel köszöntünk, Zente. Mi a feltétele annak, hogy valaki a Z-generációnak tagja legyen? Hát így nincs konkrétan, de hát ugye az Z-generációval a családom és a barátaimmal zenélünk együtt. Az nagyon jó, mert már megijedtem, hogy hangyát kell telepítenem, vagy valami hangyát kell gyűjtenem ahhoz, hogy Z-generáció tag legyek. Parancsolj! Nagyon szívesen hallgattam volna tovább, mert ugye ez a darabnak a fele. Nagyon-nagyon tetszett. Benne van ez a fajta népzenei tudás a játékodban, ami ugye ihlette Bartókot, és ugyanakkor mégis klasszikus. Tehát azok a részek, amik ugye nagyon bartókosak, klasszikusak, azok is teljesen megnyerték a maguk karakterét, és ez a népi karakter is nagyon jó volt, és az egyik sem ment a másiknak a kárára. Ugyanezen a hangszeren játszod a népzenét? Igen. Ugyanezen. Az, hogy valaki a népzenét is tudja jól húzni, és klasszikusan, és tehát a klasszikus hegedűt is ilyen jól... De honnan tudod, hogy tudja jól húzni? Biztos vagyok benne. Mutassa meg, mutassa meg. Húzd meg. Egy jó székit, vagy egy... Igen. Mahalát játszok. Mahala. Az jó. Ta-ra-ta-ta-ta. Ez neked annyira most ez, amit most játszottál, ez egy hihetetlenül, ez így belőled így árad. Így van. Teljes mértékben, és ez nagyon jó, és a Bartóknál is nagyon jó. Egyetlen egy dolog van, ami miatt aztán majd egyszer, előbb-utóbb kicsit dönteni kell, az a technikáknak a különbsége. Nagyon más a klasszikus hegedülésnek a technikájának a különbsége, de szerintem gyúrjad mind a kettőt szimultán egymás mellett nagyon sokáig, és aztán majd eldöntöd. Tudjátok, mi a helyzet? Az, hogyha valaki jól klasszikus hegedű, tehát jól hegedül klasszikus, gyerekjáték utána a népzene. Gyerekjáték. De szuper gyerek.